Talán az iskolai szünetnek is köszönhetően sokan látogattak el ma délután a főtérre, ahol tök fesztivált rendeztek a város lakóinak, persze elsősorban a gyerekeknek. A harmadik alkalommal szervezzük meg a Tök Jó Fesztivált, ami idén valóban a Tök Őrület nevet kapta, mert olyan sok minden kapcsolatos, tökkel kapcsolatos programot szerveztünk, hogy ez lett a neve. A fiatalokat például pontgyűjtő akció várta. Pontgyűjtő verseny ez, ami igazából arról szól, hogy a tök felhasználását ismerjék meg a gyerekek, a szülők, hozzátartozók. Ez egy igazi szabadidős családi rendezvény itt az őszi időszakban, amire egyre többen jönnek. Tök faragással várjuk a gyerekeket, amit pályázati pénzből sikerült venni, úgyhogy így most nem kellett tököt hozni. Majd bedobás van a tök fejbe, toboszt lehet bedobni, különböző festéseket lehet, és mécses lehet készíteni, amivel sötétedés után körbe fogjuk járni itt a város központját. Az érdeklődőket még kóstolóval is megkínálták a téren. A Családsegítő Szolgálati és Gyermekjóléti Központ munkatársai, valamint a Bárdos Gimnázium önkéntesei segítenek ma, és el kell, hogy mondjam, hogy tökből készült édességekkel is várjuk a térre látogatókat. Nagyon finom a sütemény és a klasszikus sültök, amit a kuratórium tagjai tök sok-sok kilóba sütögettek egész nap folyamán. Őszi szünet van. És vannak olyan családok, ahol 3-4 kisgyerekkel jöttek, már kora délután óta itt vannak. Azt gondolom, hogy nem majmolni szeretnénk azt a halloweeni amerikai dolgot, hanem tényleg egy szabadidős, egy elfoglaltság, hogy a gyerekek kreativitásukat kiélhessék, és szerencsére jó idő is van, úgyhogy egy kellemes délután tölthetnek itt el nem csak a gyerekek, ami meglepő, hogy sokan vannak itt idősek is, házaspárok is, egyedülállók is sétálnak, kerekes székkel is megközelíthető a tér, úgyhogy nagy öröm ez, hogy itt mindenféle korosztály megtalálható ma.